Ez is egy olyan nap, amikor úgy küzdök egy frappáns kezdőmondattal, úgyhogy hozok nektek egy nagyon szép nyitóképet, majd elkezdünk beszélgetni a Volkswagen pólóról. Szevasztok, srácok! Ő a legújabb póló, 6. generáció faceliftje. Nagyon durva múltra nyúlik vissza ez a kis autó, és ez most a legújabb változat. Kezdjük is el formát elemezni. Azt gondolom, hogy ugye lekövette az új 8. generációs Golfnak a formáját. Hátul is, de főleg elől, figyelj, megmutattam nagyon buli, hogy itt végig jön egy ilyen LED csík, ami a nappali melegfényen felkapcsol. Vágok be képeket, hogy az hogy néz ki. És hát ilyen az orra is, igazából tényleg nekem, számomra ez egy ilyen mini Golf. De hát már egy ideje igazából az. És majd lesz egy ilyen gondolatmenetem, hogy én azt érzem, hogy a legtöbb embernek, tehát mondjuk aki esetleg gyerek nélküli, vagy stb., tehát még nem is második autóról beszélek, hanem egy kis autó, ez az autó, meg a kategóriája, bőven kiteszi ezt, és bőven kielégíti azokat az igényeket, mert már nőttek annyit a póló is, meg ez a B-szegmensű autók, hogy be lehet férni, már bőven 5 ajtósra tervezik eleve, nem 3 ajtósra, nem így kell bekuporogni hátra. Na most röhögni fogtok rögtön, hogy kinyitom a csomagteret, és bent van a nagyon szép piros hűtőtáskám, mert meg kell lenni fog. De van már 355 literes csomagterünk, és amúgy még van mankókerekünk, ami egyre nagyobb érték. Azt látom legalábbis, vagyis, hogy egyre jobban értékelik az emberek, és kérik bele. Ugye nem titok, hogy nekem egy régebbi pólom van, vagyis, hogy a családban van egy, és röhögtünk, hogy igazából már nem sok minden egyezik meg, de például a hátsó kalaptartóhoz kísértetésen nagyon hasonló. De hát ez már is jó volt, minek elrontani. Azt akartam megnézni gyorsan, most ezt kamukipufogónak hívjuk-e, vagy nem, most rá vagyunk izulva, de ez nem. Sima műanyagbetét. Nagyon érdekes lila színe van a tesztautónak, egészen adom még én is, de inkább csajos, azt gondolom. Én egy ilyen normál, tök jó kinéző kékbe venném. Elmondom nektek a motort, ami itt van. Hát nem széles a választék. 1 literes turbós benzines, 3 hengeres motorra lehet venni a pólót már csak. Nincsen se lágy hibrid, nincsen se dízel, ugyanaz, mint a Fábiában, aminek voltam a tesztjén. 1 liter 3 henger elölhajt, vagy 5 fokozatú manuális váltó, vagy 7 fokozatú DSG váltó, és vagy 95 lóerő, vagy 110 lóerő. Ennyit lehet igazából változtatni motorikusan az autón, a hajtásláncba. Közben beültem azért a beltérbe, hogy mégiscsak csend van, meg stb. És hát ilyen, nagyon kellemes. Nagyon kellemes. És kiemelek mindjárt pár dolgot, hogy miért gondolom, hogy ez még így lehet egy jobb választás, mint a Golf, annak, akinek tényleg nincs arra szüksége, hogy most annyival nagyobb helye legyen, ott hátul esetleg, stb. Első nekem a kormány. Ebben a pólóban még ezt a régebbi kormányt, de már az új jellel rakják bele, ami még itt fizikai gombokat ad, ami sokkal jobb, sokkal jobban szeretem, mint az a kis érintőképernyő, stb. Ami van, ugye ez a visszajelzős, rezektetős, hozzányúlunk véletlenül, már állítottunk valamit, közben be is indítom. Továbbá, lehet a nagyobb középső kijelzőt venni, mindjárt ez meg föllövi magát, és láthatjátok, hogy ez a kisebb, és én ezt ajánlanám, mert például itt még fizikai tekerőgombot, meg kibekapcsoló gombot kapunk, nem azt a kis zongoralakon csúsztatjuk a hangerőt. Ez engem az nagyon idegesít, és ennek én sokkalban örültem, és továbbá bőven elég ez a kijelző, pláne egy ekkora autóban, de még én azt gondolom, hogy a Golfba is, mert vezettem azzal, azt hiszem, a kombi Golf az ekkora kijelzővel volt, bőven elég, ide kikerül egy fizikai gomban a vészvillogó, teljesen jó, kicsit már így is sok a zongoralak, de rendben. Ami fájdalmas, hogy már ugye itt eldobták a fizikai kis tekerő gombokat, tehát a klímapanel az a kis érintős, csúsztatós, de mondom, legalább valamit még át lehet menteni a régiből, és a gombunk az tekerős lesz, plusz még fizikailag tekergetjük, és így kihúzzuk, hogyha ködlámpát akarunk kapcsolni. Ugye a új Golfban, meg már majd az ID3-ban ilyen zongoralakpanel van érintőkkel, hogy most éppen melyik rájön. És már nagyon sokszor megénekeltük azt is, hogy a Volkswagen csoportban azért ez a digitális kijelző milyen szép és milyen jó kontrasztos. És baromi jól lehet konfigurálni. Ugye eleve lehet itt a kormányról változtatni, hogy most milyen belássuk éppen a dolgokat.
mindjárt visszahozom az eredetibe, nem most túlnyomkodtam, de most értünk vissza, és ugye lehet konfigurálni, hogy ezeken belül is mit mutasson, tök poén, hogy tud egy ilyen tengerszinti magasságot is mutatni nekünk, ez a poén, ennyi. Nagyon jók az ülések, pedig nem a legfelszereltebb csomag, de hát térjünk rá az egyik lényeges pontra, az ára, mert hát sajnos mindig ide jutunk, hogy nagyon jók ezek az autók, és ha valamilyen szinten zöldek akarnánk lenni, akkor lehet, hogy ezeket az autókat kéne nyomni, ami kis tömeg, kis motor, nagyon durva 8,7-es fogyasztás városba, vagy még lejjebb is lehet vinni. Autópályán 5,8 literrel gurulgattam el barátnőmmel, meg cuccokkal, tehát hogy nem a fullig zuhantva, de normálisan és normális autózva. Az új póló 6.500.000 forinttól fog indulni, de ez az erősebb 110 lóerős benzines, a DSG váltóval már 7.600.000 forint, és akkor még csak így elkezdtem konfigurálgatni, hogy most így beletettem, amit itt látok ebben az autóba, és hát körülbelül 9 millió forint, aminél megállt a konfigurátor, ebben már van benne a komolyabb távolságtartó tempomat, amely nagyon jól működik, és nagyon finom, tehát nagyon ügyesen állítgatja a dolgokat. Benne van, ki is szállok, megmutatom, most ugye föl van így kapcsolva a nappali menetfény. Szóval benne van az az IQ, vagy IQ, IQ Light LED Matrix fényszóró, ami ugye már ki is takarja szembe, vagy az előttünk menő autót, amely nagyon kényelmes és jól is működik. Na és ilyen, még nappal is látszik, így néz ki, nagyon poénos az eleje. Szóval hát 9 millió forint ez a kis autó, és ez valamilyen szinten fájó, mert nem kéne ennyinek lenni egyszerűen. És totálisan megértem azt, amikor bárkinek mondom, és azt mondja, hogy nem állja, a motor jár, jól van. Szóval azt mondom bárkinek, hogy figyelj, ez ilyen jó, és mindig küzd beleülnek, és tényleg jó az anyag, nem nyűszög, tehát egy normális Volkswagen autó. Csak azt mondja, hogy 9 millió ez. Hát akkor már lehet egy kombi golf, vagy Octavia, vagy stb. Szegényes a felszereltsége természetesen. És ezt totálisan megértem, de erre akartam hozni egy ilyen kis gondolatmenetet, mert én gondolkoztam, hogy totálisan megértem, és nekem is ez lenne, hogy akkor már vegyük a nagyobbat, mert lehet egy szegényebb felszereltsége. De biztos, hogy van olyan felhasználó, akinek nagyon kevésszer kéne az a kombi, golf, stb. És ez, hogy van nagyon kényelmes első terünk, tehát azért már itt nem az van, mint a régebbi generációkban, hogy nagyon kis azért összeér a könyökünk, amúgy mozgathatós könyöklő. Normálisan lehet vele utazni autópályán, és nem érzed magad kicsinek, tehát tényleg forgalom része vagy, normálisan nem tolnak le az útról, vagy ha letolnak, akkor ennél nagyobbal is letolna az a konkrét személy. Van 350 literes csomagtörünk, plusz ugye jól le lehet hajtani azokat az üléseket, ha valami olyat tennénk be. Tehát biztos, hogy vannak olyan személyek, akiknek nagyon kevésszer, vagy nem is jön olyan szituáció, hogy ez a méret kevés, csak sajnos, ha megnézi az árát, akkor azt mondja, hogy hát de ennyiből már vehetek nagyobbat is, és lehet, hogy amúgy tényleg nincs rá szüksége, mert nehezebb az Octavia kombival, vagy a Golf kombival parkolni, meg valószínű többet fog enni, ha ugyanezzel a motor konfigurációval húz ez nagyobb puttonyt. De, ne, sajnos ez az árazás, ez így felborítja ezt a dolgot, és ez nem a Volkswagen hibája, azt már csomószor elmondtuk, minden autó drágul sajnos. Na, de hát ez az autó nagyon patent lett, én azt érzem, nagyon jó volt használni. 5,8 literes autópályás fogyasztásom volt, megmutatom még egyszer körbe. Jó van, sípos, de ilyen volt. Nagyon tetszik a hátulja is. Én élem ezt, hogy itt középre kiírták, hogy póló. Ezen nem is zavart az a hátsó lökös, jók a lámpák, nagyon jók a lámpák. Tehát este is, tehát jól látunk és jól világít, és jól néz ki. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, robogok tovább, jövünk további tartalmakkal, nyomulunk Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, mindenhol ott vagyunk, jövünk további tartalmakkal. Jók legyetek, sziasztok!